Jó reggelt, én Gudó Katalin vagyok, jelenleg tanuló, Debrecenben tanulok, és Tiszanánáról származom. Igazából nem tudom, a mentorálás érdekel, és engem is ez a folyamatos fejlődés, kipróbálom magam különböző helyzetekben, és mentálhigiéné is érdekel, azt is most így párhuzamosan végzem, de egyébként tanárként végeztem, és ez a tudás továbbadása, ez még fontos az életemben. Jó, és akkor tovább. Csillag egy-két fotót, ilyen. Oké. Kinek jó. Adott tovább a szót? Melisszának. Hello, Melissa. Hát, sziasztok! Én Melissa vagyok, így szeretném, hogyha szólítanátok. Én jelenleg egyetemista vagyok, még gazdálkodás és menedzsmentet tanulok. Nem szeretem, nem az én világom. Engem a kíváncsiság hozott ide, és a tanulás vágy, mert tényleg érdekel, hogy mi van a dolgok mögött, mert nagyon szép látni Instán egy képet, de úgy igazán kíváncsi vagyok, hogy mégis mi van mögötte. Amúgy jól vagyok, köszönöm, kicsit fáradtan, de meg vagyok. És én pedig itt válaszok. Sziasztok, jó reggelt! Amúgy a Kittit használom, ilyen becsapósa, a Zsanett helyett, igen. Én közgazdászként végeztem, bár nem tanulok, jelenleg a Fornál dolgozom pénzügyesként, és én azért jelentkeztem ide, hogy egy kicsit kilépjek ebből a racionális világból, és egy kicsit a boxon kívül mozogjak. Én inkább ilyen megosztás céllal, hogy valami értéket megosztani a többségi társadalommal, és egy kicsit a sztereotípiát rombolni. Én egy kicsit ezért vagyok itt, és ebben a témában szeretnék mozogni. Azért választottam ezt azért jelentkeztem erre a képzésre, mert rengeteg célom van egyébként, rengeteg tervem, és remélem, hogy ez mind összejön, és tényleg azért tudunk akár példaképek is lenni, ugye, amit írtam is a jelentkezésbe, és igazából ezt szeretném így. Jó. Szia, Júli, én Dietrich Edina vagyok, és Pécs. Hello. Nekem a végzettségem az pedasszisztens és családsegítő munkatárs, amiben sajnos még nem tudtam elhelyezkedni, viszont itt dolgozok a Kettanipa Egyesületnél, ahol jelenleg nagyon jól érzem magam. Ez az itt, ez Pécset van, ugye? Igen. Oké. Okay. Megtennéd, Edina, hogy egy egészen picikét följebb hajtod a laptopnak a... Jó, le van vágva a fejed, igen, bocsi. Ja. Király! Így jó. Hát nem, most mindegy. Egy picit, akkor ülj hátrébb, csak hogy az egész arcodat lássuk. Ah, tök jó. De hogy kényelmes persze, de... Jó. Oké. Okay. És kivel vagy? Mert hogy nem hallottam. A Lillával. Lilla. Szintén kijár. Laboda Lilla vagyok. Hello, Lilla. Szintén itt dolgozom a Kettanipa Egyesületben, amúgy romológus végzettségem van, és jelenleg szociális munkát tanulok. Sziasztok, jó napot, Kovács Desdemóna vagyok, Mátéjön élek, nemzetközi kapcsolatokat tanulok a Szegedi Jogi Karon, ez az utolsó évem. Szakdolgozati témám az a kibervédelem, kiberbűnözés, cyber security nemzetközi szinten, mesterképzésre fogok tovább menni, ugyanezen a szakon nagyon érdekelnek a regionális kisebbségi politikával kapcsolatos dolgok. Most Brüsszelben gyakornoki pozícióra egy 11 hónaposra leadtam a jelentkezést, de még versenyeztetés van, tehát az nem biztos, hogy összejön, de az is egy regionális roma felzárkóztatással foglalkozó dolog. Sok programot ők finanszíroznak, amik itt is megjelennek, jól vagyok, nem voltam beteg, remélem, hogy mindenki más, aki beteg volt, az meg fog gyógyulni. Diákaktivista voltam nagyon sokáig, önfenntartó diák vagyok, igazából szerintem ennyi. Én Szabina vagyok, az első diplomám szülésznő, szülésznőként végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd az ELTE-n egészséggazdaságtant.
Aha. Hát jelenleg egy magánkórházban dolgozom teljes munkaidőben, de amiért jelentkeztem, mert létrehoztam már lassan egy éve a saját márkámat. Itt... Mondd a nevét, azért az minden jobb. Nonna Baby. Még egyszer? Nonna Baby, ennel. Ezt be kell véstünk a köztudatba. Nagyon jó. És hát bio alapanyagokból készítek újszülött babáknak játékokat. Wow. És szeretném valahogy a roma témát bevinni az egészbe. És egyébként a storytelling az erről szól az én részemben. És így, hát kicsit hasonlóan, mint nem tudom, hallottatok-e a Nem luxus táska kampányról. És az nekem nagyon megtetszett, és ezt ugyanezt, valami hasonlót lehetne csinálni a gyerekekkel, és egy gyerekjáték terén, mert nagyon sok nem minőségi silány játékot kapnak azok a gyerekek, akik ezt nem tudják megtenni, hogy kifizessék a jobb minőségűt. Az lett volna egyébként az első feladat, és azért is a Jamboardot már arra használtuk volna, és jó lenne, hogyha most megszólalnátok, hogy mi volt az első benyomásotok rólam. És nyugodtan mondjatok bármit, tehát hogy itt nem sértődés kategória, de hogy nagyon jó lenne, hogyha ha mondanátok néhány, egy-egy gondolatot, hogy milyen benyomásotok volt. Azt látom, hogy tudatos, és tényleg maximalista nő vagy, ja, ugye a munkahelyeden, és ugye a magánéletben is azt látom, hogy maximalista, és teljesen céltudatos vagy. Határozott, eléggé határozott, dinamikus, nekem ez a kettő jelző a legfőbb, okay. És akkor hagyok a többieknek is még. Oké, köszi. Nekem, ami az először szembetűnt, az a határozottság, a céltudatosság, a kíváncsiság, és az ilyen örök álmodozó az, hogy mindenbe bele akarok látni egy picit, és itt egy kicsit magamra ismertem, nekem nagyon pozitív volt. Nekem is ezek a jelzők, hogy határozott, céltudatos, és tudja, mit akar. Tehát ilyen nagyon erős egyéniség nekem, ahogy így, tehát hogy a kommunikációból is, hogy tudatos, tervez, precíz, tehát így ezek. Hogy más, mint a korosztálya, nekem az ugrott be elsőnek, hogy fiatalosabb, hogy más területen mozog. Nem tudom, én itt a rokonaimra gondoltam például, hogy azért teljesen más életstílust képviselsz. Az első benyomás az, ami alapvetően beég, olyan, mintha beég, azt lehetne mondani, hogy beég a retinánkba. Az, amit külsőleg, mit is csinálunk, amikor az első benyomást tesszük, mindjárt odaérek, hogy ez miért fontos, hogy ezt nagyon tudjátok, és ezzel egyébként nagyon dolgozzatok, mint influencerek. Az első benyomás az, amit egyébként felületesen tesztünk külsőre, viselkedés alapján, és hát ugye ebben még hozzájön a külsőben egyébként a gesztik, tehát a metakommunikáció. De ez olyan mértékben sül be tényleg a retinánkba, hogy van is ennek egy ilyen önfenntartó mechanizmusa, akkor is, hogyha egyébként az első benyomás után olyannal, tehát hogy én közben fölvennék egy otthonkát, és nem tudom én mit csinálnék, tehát ami egyébként mondjuk akár az eddigekhez képest elmondottak voltak, tehát hogy nem tudom én a korosztályom nem fiatalosabban, hanem idősebbe dolgokat vennék föl, hülyeségeket beszélnék, akkor is az első benyomást nehezen tudnám átütni nálatok. Nagyon sokféle tanulási stílust, vagy többféle oldalról megközelített tanulási stílus meghatározást tudtok, tehát hogy magatokat is egyébként fel tudjátok mérni, hogy ti milyen tanulási stílusba tartoztok, és hogy ez miért fontos. Azért fontos egyébként, mert hogy biztos, hogy volt már olyan tapasztalatotok, amikor azt mondtátok, hogy az volt a feladat, hogy behívtak kísérleti alanyokat, hogy felvételre egy munkára.
Az egyik kísérleti alany, tehát hogy a kísérleti alanyoknak úgy kellett ülniük, mint a második sorban, tehát hogy valahogyan a kezüket össze kellett fogni, össze kellett hajolni, támaszkodni kellett. Ez volt az egyik feladat. A másik feladat a másik csoportnak, a kontrollcsoportnak, hogy azok szerint a főső sor szerint álljanak, üljenek, vagy csináljanak bármit, de ezekkel a gyakorlatokkal szerintetek kinek sikerült jobban a felvételi? Valaki? Hát valószínűleg a fenti sor. Béza, ti se tudjátok majd felmérni, hogy amivel kikerültök, kitesztek információt, az kinek, mit, hogyan csapódik le, milyen reakciója lesz rá. Tehát, hogy itt nagyon figyelni, vigyázni, óvatosan kell bánni, és ezért aztán tök jó, és akkor visszacsatolok, és akkor itt most 12-kor akkor csinálunk egy negyed óra szünetet, hogy ha magatokat ismeritek, ha ismeritek azt a célközönséget, akihez szeretnétek beszélni, hogyha ismeritek, hogy hogyan működik, mire lehet számítani, akkor mindezt, akár egyébként az önazonosságot, akár azt, hogy mennyire teszitek ki magatokat, akár hogy pontosan tudtok beszélni, magatokat jól tudjátok reprezentálni, irányítani tudjátok azt, hogy milyen tartalmat szeretnétek, jól tudjátok tervezni. És hát ez a kulcsa, ez egy melós cucc. Na, szóval, hogy én közben, hogy ne menjen az idő, és ne tessék, magamat hallom vissza, az nem jó, akkor inkább, igen. Szóval, hogy ne menjen az idő azzal, hogy itt ügyetlenkedem, valamiért itt nem, tényleg nem sikerül ez a megosztás, ezért fönt a chatbe föltettem minden olyan anyagot, amire most rá fogunk nézni, amivel dolgozni fogunk, illetve azt a tanuló iskola, munkahely, mindig mindent megtettem, hogy elfogadjanak, szeressenek, ami ahhoz vezetett, hogy kiszolgáltatottá váltam és bántottak, és én pedig hangos voltam, de nem határozott, megfontolt vagy következetes. Arra jutottam, ilyen dolgokról, tapasztalatokról többet is lehetne beszélni. Milyen megoldást látok? Fel kell nőni a feladathoz, meghúzni a határaim, sokkal jobban figyelni másokat, nem a szavaikra. Elővigyázatosnak kell lenni, de mindeközben önazonosnak maradni. És ezért a szuperhős csajsz és az együtt erősek vagyunk dolgokat hoztam, mert nőként, roma nőként, önálló roma nőként, szerintem ezekről fontos beszélni kislányokkal, nagylányokkal, fiúkkal. Köszönjük! Akkor Kati, csinálj nekünk fényt nálad. Jó, itt vagyok, pillanat, akkor én is megosztom. Talán ez lesz az. Igen. Hát igazából ezen az szerepel, ugye erre a kérdésre próbáltam válaszolni, hogy ki vagyok én, és akkor itt a különféle szerepek, hogy a családom egyik tagja, illetve a páromnak a kedvese, itt, nem tudom, látszódik-e, illetve itt pedig az, hogy tanár is vagyok, ugyanakkor tanuló is vagyok, a Debreceni Egyetemnek a tagja, továbbá a Vál István Református Cigány Szakkollégium tagja, illetve Tiszanán a település leszármazottja, onnan származom, és akkor... Az influencerség lényege a hitelesség. És a hitelesség az interjú készítésnél is nagyon-nagyon fontos, valószínűleg elég gyakran, vagy talán a leggyakrabban az állásinterjúkkal, de... Csak egy nagyon pici elméleti áttekintés. Létezik pszichológiai interjú, amikor ugye ülsz a pszichológussal szemben, és beszélgettek, és ő kérdezget. Létezik egy tudományos interjútípus, a szociológiai interjú. És itt ez rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk érdekessé tenni, hogy mindketten legyünk érdekeltek, ezt együttműködési attitűdnek hívjuk, és
bármilyen kis mértékben, de igenis szükség van erre az együttműködési készségre, különben nem jön létre egy jó beszélgetés, egy jó interakció. Aztán az interjú szituációról van ez a bizonyos warm-up, tudod, amikor a cica itt fölmelegszik a fűtőtesten, tehát amikor egy kicsit bemelegíted az interjú partnert. Interjú alany, de mindig egyébként még ehhez hozzátenném, hogy mindig gondold azt, ha valakivel olvasol egy interjút, hogy oké, ezt megtudtad róla, de mit nem tudtál meg, és mi az, ami téged plusz még érdekel? A ritmus. Ugye mindannyian szeretjük a zenét, hát az interjú készítésnél ugyanolyan fontos a ritmus. 2 percnél több válasz egy kérdésre sok. Szóval azelőtt volt, hogy 10 perces monológok hangzottak el, vagy válaszok, azt a mai média fogyasztási szokások már nem teszik lehetővé. És néhány riporteri attitűd gyorsan a végére, amikor riporter vagy, az mit jelent a riport? Az azt, hogy ott van, és ő a szeme, aki közvetíti az eseményeket, a krónikás. Hát ebben akár meg sem kell szólalnia, mert hiszen a szereplők beszélnek, de azért ne tűnjünk el teljesen a háttérbe, azért mindig éreztessük, hogy mi ott vagyunk. Ha bűnügyi riport készül, hát azt mondanom se kell, hogy tilos az előítéletes attitűd. Aztán én nem tudom, ti szoktátok-e hallgatni, de én például nagyon szeretem a Kis Robert Richard Világszám című műsorát. Egy darab kép nincs ott, csak a rádióban hallgatom, de úgy tud leírni egy helyszínt, hogy mintha ott lennék. Most pedig itt a Corvinus Egyetemen készítesz, ugye, interjúkat, jól tudom. Így van. Ezek nagyon sajátos interjúk. Az egyetem létrehozott tavaly, az a projekt neve, hogy Közgáz 70-100,